Az Ajkai Rendőrkapitányságon vagyunk, ahol Gyuris Mónikát fogjuk kérdezni arról, hogy mi történt az elmúlt hétvégén. Az elmúlt héten az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén 3 darab anyagi káros baleset történt. 2 főt állítottak elő a rendőrök eltűnés miatt. Ezek mindannyian fiatalkorúak voltak, akiket otthonukba szállítottak haza a kollégák. 1 fő bolti lopáson éltek tetten, akit szabálysértési őrizetbe vettek, majd a Veszprémi Rendőrfőkapitányság fogdájába szállítottak. Ittasság terén jogkövetőek voltak-e az állampolgárok? Az elmúlt héten 1 esetben jelzett pozitívat az alkoholszonda, ezt az 1 főt elállítottuk a rendőrkapitányságra, mintavétel céljából, majd közigazgatási bírság került kiszabásra a jelzett értéknek megfelelően. Mennyire volt sikeres az elmúlt héten a kerékpárregisztráció? Az elmúlt héten 2 nap szerveztünk kerékpárregisztrációt a BikeSafe rendszeren keresztül. Az első nap 20 fő érkezett kerékpárra, akiket beregisztráltunk, második nap a nagy eső ellenére is 12 fő élt ezzel a lehetőséggel. A jövőben is várjuk a lakosságot az előre meghirdetett időpontokba történő ingyenes kerékpárregisztrációra. Kerékpárok után térjünk át a motorokra. A hétvégén volt a motoros találkozó, minden rendben zajlott? Köszönjük szépen a kérdést, igen, köszönhető az Egyesületnek a profi szervezéséhez. Benne a fölvédnökséget a kapitányságunk elvállalta a motoros rendezvényen. Egy beledi túrával kezdték ők a felvonulásukat, megérkeztek utána Ajkarendekre az iskolához, és onnan városon keresztül vonultak fel, amit a rendőrség biztosította nekik az útvonalat, motoros felvezetéssel, keresztelődések, csomópontokban, forgalomirányítással. Majd utána a stadion előtti parkolóban egy egész napos rendezvényben végezték a szórakozásokat, szórakoztak különböző programokban. A programok során a rendőrség is képviseltette magát, szállítottak egy ügyességi tesztpályát nekik, ahol kipróbálhatták ügyességüket, hogyan kezelik a kétkerekű motorkerékpárokat. Ezt motoros rendőrök bemutatták, gyakorlati fogásokat is magyarázták nekik, hogyan tudják minél gödülékenyebben és balesetmentesebben végezni a manővereket. Ezen az előadáson kértek ki segítséget egy kis baleset megelőzési tanácsokkal is, amit jó magam adtam meg nekik. Pár percben tartottam nekik előadást erről a fordulókról, mire kell odafigyelni, hol leselkedik rájuk veszélyt közutakon. Néhány tanácsot megosztanál a nézőkkel? Természetesen szerintem minél jobban, minél többen hallják ezeket az információkat. Tehát az előadáson is elmondtam nekik, hogy 2 pillérre támasztanám itt a biztonságos közlekedést. Egyrészt a kitűnő szabályismeretet, amelyről a kreszt takar le, másrészt pedig a passzív eszközöknek a használatát, amelyet ugye minden motoros ismer. Meg is kiemeltem nekik a megfelelő rugalmas közlekedési morált és magatartást a közlekedés során, hogy legyenek empatikusak a más közlekedés más részvevővel szemben. És akkor összegezhetünk, minden rendben zajlott a hétvégén. Hát ugye egész évben kiemeltjük, hogy hála Istennek ebben az évben elkerülnek a balesetek is így bennünket, és így a motoros balesetek is egyelőre nem szaporodtak. Mi az a legjellemzőbb hiba, amit el tudnak követni a motorosok? Hát sajnos azt jelentjük ki, hogy a sebesség túlépés, ez mind a relatív, mind az abszolút túlépésben mutatkozik, és nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy jogszerint okozóként szerepeljenek egy balesetben, hanem a úgynevezett sértett irányhatásban is fontos szerepet játszik a sebesség túlépés, könnyebben el tudja kerülni a másik részvevő mondjuk egy baleset bekövetkezését, hogyha beláthatóbb és könnyebben észlelhető egy motoros.